Javítják az úthibákat a Kászon községen áthaladó úton. Borboly Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke, Szabó Barna megyemenedzser, valamint András Zoltán polgármester a helyszínen tájékozódott a munkálatok állapotáról. Az előző évek esőzései több helyen is megrongálták a Kászon községen áthaladó útszakaszt, a hibák kijavítása azonban több évet váratott magára a bürokráciai akadály némely munkavégző cég komolytalansága miatt. Borboly Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke helyszíni terepszemlét tartott, kijelentette, erőteljesebben oda kellett figyelni erre a munkára azért, hogy lássák a haladást. Két helyen is az útunk, a megyei útunk az esőzések miatt az elmúlt években megszakadtak. Félsávos lezárás volt, és most már a munkálatnak az utolsó fázisánál tartunk, hogy a forgalombiztonság tekintetében korlátokat építünk, és én bízom benne, hogy napokon belül teljesen mindkét munkálat rendben lesz. A munkálatok jelenleg az utolsó fázisban vannak, azaz most helyezik el a biztonság érdekében a szalag korlátokat. A tervek szerint szeptember végére teljes mértékben befejezik a javításokat.